Egyébként, ha valaki megkérdezné, hogy te Artin Martin Jezsóf vagy József, neked miért ilyen betörszkárd a széket? Mi történt? Na most hadd mutassam be nektek ezt az aranyos pofának tűnő háborús bűnözőt, akit egyébként Mau-nak hívnak. Na most ez a macska napi szinten szegi meg a Genfi Egyezmény összes pontját, és én vele érek egy háztartásban. És éppen demonstrálja azt, hogy így mi történt. Néha még most sem tudom felfogni azt egyébként, hogy már 7 éve annak, hogy regisztráltam ezt a csatornát, és azóta is aktívan töltök fel videókat rá. Néha sűrűbben, néha kevésbé. Egyébként azt állítják, hogy 7 évenként teljesen lecserélődik az emberi test, a sejtek itt teljesen lecserélődnek, amik így vannak az emberben. És az a vicces, hogy ez egyébként a csatornán is megfigyelhető volt, ugye egy teljes rebrand történt itt, ugye József HTP-ről átváltozott a csatorna neve Artimra. Tavaly ilyenkor történt nagyjából az, hogy így eldöntöttem, hogy én ezt meg fogom lépni, pár hétre rá meg is történt az átnevezés, és végül nyár elején döntöttem úgy, hogy teljesen átvariálom a csatornát, így a név is teljesen átváltozott, illetve egy új dizájn is került terítékre. Szóval az elmúlt egy évre nagyon igaz egyébként az, hogy én inkább voltam streamer, mint sem videós, és éppen ezért ugye hát volt ennyi videó nagyjából, és mellette ennyi stream is. Viszont ennek ugye van egy oka is, ami hát többek között mondjuk a szobaton, de majd erre is kitérek ugye. De még itt a videó elején szeretném megragadni azt az alkalmat, hogy így megköszönjem nektek az elmúlt egy évben történt rengeteg aktivitást így a közösség részéről, ugyanis hiszitek vagy sem, de ebben az évben több ilyen közösségi alkotás, illetve dolgok, amiket ti csináltatok, érkezett hozzám, mint a csatorna pályafutása során összesen. Nem biztos, hogy tudom tartani a kronológiai sorrendet, de megpróbálok mindent is említeni egyébként. Szerintem kezdjük is a legszembetűnőbbel, ami a csatornának a profilképe, illetve az emojik, amik elérhetőek a tagok számára. Ezeket Norvi készítette egyébként, először még csak ilyen meglepetésnek szánta őket, majd végül annyit készített, hogy így gondoltam arra, hogy esetleg ezeket használni, mint rendes emojik, mint Twitch-en, mint YouTube-on, mint Discordon. Aztán végül, amikor elérkeztünk a rebrand időszakához, hogy így már teljesen profilképcsen meg minden, akkor így gondolkoztam, hogy mi legyen akkor a profilképpel, mert nem akartam a Gandalfot meghagyni, és akkor gondoltam arra, hogy akkor ezt az alkotást használnám, mint profilkép, úgyhogy ezt a profilképet, illetve ezt a sok emojit Norvinak köszönhetjük. Egy másik dolog, ami feltűnhetett a szemfüleseknek, az pedig nem más, mint hogy az outro zene is megváltozott. Ha érted, szemfüles, tehát hogy az új outro zenét Naninak köszönhetjük, aki felvett egy diss-tracket rólam. Na de hogy ennek a diss-tracknek mi a lore-ja, ahhoz kicsit vissza kell utaznunk. Azt próbáltam felvezetni, hogy lehetne ilyen valami büntetés, hogyha valaki elfelejti megnyomni a kürtöt. Annyit látok Gábort, hogy IRL büntetés, szerintem megkésel. IRL büntetés, Jézusom! És te, jó, de nekem egyszerű, mert engem ismernek, meg utálnak, meg minden bajuk van velem, de veled mi legyen? Azt mondják, hogy Nani ír egy zenét Martinról, nagyon rossz, és megy fel a YouTube csatornája. Végre! Na, ezt tetszik! Ezt tetszik! A közös cover meg ez is tetszik. Csináltunk olyat, hogy bármelyik verzió győz a te csatornádra megy, tehát hogy úgyse értenék azok az emberek, akik nálam néznék. Ki az a József halképű? Hát én is tudom, már nem jön. Ez a Martin. Kapom egy bannert. Nem. De ez nem fér! Nem, visszatudáltam nekik. Ne! Csak ott jönnek hátul. Ott az óriás lény, azt kapjuk szét. Nem látom. Ja, ott de vannak. De nagyon messze vannak. Jó, megyek. Ó. De ott a dömper. A bazi nagy dömper, nem a te dömpered. Vigyázz, téged akar! Szerintem... Vigyázz, Martin, elkap hátulról! Aha. Szerintem ez jó játék volt. Miért? Mi? Most már késő? Az meg! De még nem vesztettél. De, vesztettél, ott a clip róla.
Valami még biztos van. És ez a fogadás idáig fajult, hogy júniusban bemutattuk ezt a zenét, vagy hát bemutattuk, Nani bemutatta, én meg reagáltam rá. Na és ezt a zenét nagyon megszerettük, szerintem így mindannyiunk nevében beszélhetek, és emiatt elkezdtem ugye az outroban is használni, illetve a streamek során is, hogyha intro, outro vagy várózene van, akkor általában ezt szoktuk így bejátszani. Itt van az outro. És itt még nincs vége? Na, de most jön a gratis. Ehhez a zenéhez készült egy videóklip, és szintén Norvi által, aki meginspirálódott a zene által, és egy teljes videóklipet leanimált ehhez a zenéhez. Józsi, Józsi, mesékelek, hol hagyod Jenőt? Jól van, nem szivatlak, hisz a fejed már benőtt. Csak élvezem, a szenvedésed védtelen vagy tény. Jaj, az a rim, túlasz, lát, akár csak egy mély. Zseniális munka egyébként. Tehát tényleg azt látni ezen, hogy nem elég, hogy egy ilyen kreatív munkát kaptunk, mint ez a diss track Nani által, de hogy még ezt a kreatív munkát is tudtátok ti is fokozni azzal, hogy ugye készült videóklip, remix, minden jóság, tehát engem nagyon megleptetek ezzel, hogy ennyire kreatívak tudtok lenni, és fokozni tudjátok egymásnak a művét, tehát ez nekem egy nagyon pozitív dolog volt ebben az évben például. Ó, de itt még nincs vége, kérem szépen. Volt nekünk egy nagy eseményünk, ami nem más volt, mint a Szubaton. Erről meg még később beszélni fogok egyébként, csak így kontextusnak hozom fel. A Szubaton keretein belül nagyon sok közösségi munkát kaptunk. Például Bluegoss Gamernek is a Minecraft pályáját talán ebben játszottuk ki először. Azért mondom, hogy talán, mert egyébként utána pár héttel, talán a hiátusom előtti streamben játszottunk a második részével annak a pályának. Tehát Bluegoss Gamer 2 Minecraft pályát is készített ez alatt az idő alatt. És hát voltak éppen ezek a pályák egy mély lort adnak át így a csatornával kapcsolatban, amit Bluegoss Gamer írt. Emellett még például a Szubatonon volt egy ilyen Discord gattalent-szerűségű dolgunk, amikre is érdekes dolgok érkeztek, és streamben reagáltunk, illetve próbáltunk meg szakmai zsűriként így helytállni. Volt még ezen kívül egy két részes videóalkotás, amit Boldi, Sandwich és Krumpli Pucoló csinált, ez pedig nem más volt, mint a Pandela Files. Az első részét azt még valamikor tavaly néztük meg, viszont a második része az még idén jelent meg, és arra is reagáltam egy ilyen streamben, abból videó is készült egyébként. Ez is egy ilyen hatalmas lore videó ugye a Pepával kapcsolatban, hogy egy méltó lezárás kapja az egész lore történet, hogy mi volt ez a Pepa malac így a csatornán, meg hogy mi történt itt kategória. Ez egy ilyen Walton Files és a Mandela katalógus által inspirált... Hát a srácok úgy referálnak rá, mint egy shitpost, de egyébként azért ebben volt effort szerintem, nagyon sok effort volt, és én nagyon is értékeltem ezt a videóban is például. Tondi Pictures is készített egy videót azzal kapcsolatban, hogy ugye itt a csatornán mémeltük azt is, hogy én Petőfi Sándor leszármazottja vagyok, aztán végül ebből az lett, hogy végül én vagyok... Tehát készült egy leleplező videó erről az egész Petőfi lore-ról, hogy itt mi áll ennek a hátterében, mi az igazság, én nem mondok semmit ezzel kapcsolatban. Volt egy Uno streamünk is, amiből Zéti csinált egy ilyen rövidebb összeállítást is például, egy rövidebb összevágást. Készültek egyéb mémek is egyébként így a csatornáról, Decay által például. Illetve Péter Méter csinált egy Top 5 Martin videót is, ami ugye abból ered, hogy a ti küldtétek, én megnézem szegmensek rá, általában ilyen Top 5, nem tudom, random dolgokat küldtetek mindig. És ezt ugye én így mindig reagáltam ezekre, és onnan jött ez az ötlet, hogy akkor Top 5 Martin is legyen végre. Na de most jön az érdekes dolog, ugyanis AI generált dolgok is érkeztek tőletek, nagyon sok. Például Zéti rengeteg ilyen voiceover csinált, illetve zenére csinált ilyen alkotásokat, ha lehet ezt így nevezni. Az lesz fine, csak a toltán, ha a streamed azért copyrightot kap. Na de te se ilyet soha nem tennéd, ha leszek akkor törzsendéd. Majd csak lesz. Így talán egy dal nem a webfordítót hangján. Aztán fel, hogy írd meg csetben, nem hogy jó hangben, az most sem úgy sem olvasnád. Avex pedig egy egész albumot összeállított ezekből a zenékből. Na de akkor térjünk ki egy nagy eseményre, ami történt a csatornán, és nem videó volt, az pedig nem más, mint a Szubaton. Na most ez a Szubaton egy ilyen hatalmas rendezésű stream sorozat volt általunk, amit ugye hárman készítettünk, ugye Nani, Igbinvai és Jómagam. Én voltam a műsorvezetője a dolognak, Nani volt a sidekickem, és Gábor volt a technikus emberünk, aki néha megjelent cameóba. Ez a stream sorozat ugye röviden arról szólt, hogy ameddig van Peugeot, addig mi is voltunk kategória. Nem egyébként tényleg arról szólt ez az egész, hogy
hogy amíg érkeznek donétek, addig mi is megpróbálunk streamelni. Összesen közel 130 órát streameltettek velünk, ugye itt most a donétekre gondolok, hogy annak megfelelő összeg folyt be, hogy annyi órát streameljünk. 130 stream, óra, 20 stream egyébként. Alig várom. Még meg se csináltuk az előzőt, de mindjárt pörgetek még egyet, ha nem hagyod abba. Nyuszi vagy meg? Nem, nyuszi vagy meg? Messze, itt van, pörgetés. Mi szálltokat? És akkor a Káró király. Akkor mi a 20-45? 21-45-ig happy hour van, bassza meg! Nem mintha elegető lennénk még itt, tehát most adtuk hozzá még 7 órát. Nem lesz még egyet pörgetni. De utállak titeket. Idő mikor lesz nagyobb? Hát azt még számoljuk a Steam-es játékokat, de hogyha donételtek, vagy bármit, ami a happy hours-hoz kötött, azt már alapjáraton kétszeresnek számolja már. Tehát az már élben. Az már él, hogy kétszeresen számolja a donéteket. Előre félek. Már én is. Mi a támogatta a Subatont ennyivel, 69,42€. 69,42€. 36 óra van hát. Itt az Y! Ezt látja? Itt az Y! Megjött az Y! És még nem adtuk hozzá a játékokat se. Az még 7 óra. Több mint 42 óra. Az két nap. Az még két nap. Itt leszek jövő héten is, kezdem. Szerintem nem gáz, ha most megy a idő, tehát, hogy... Hadd menjen, izét akarom leosztani köbben, hogy most a 42... Igen? És hány 6 órás stream lesz? 7 darab. Még 7 darab 6 és ez a negyedik, tehát 7 meg 4, 11-nél, tehát a... Norvi közvetlenül támogatás. Még 50 Norvitól? 50 euró. Norvi! 47 óra. Miért? Úristen, bazd, nem viszem el. Emlékszel, hogy én mondtam, hogy az a kettő az túl sok lenne? Aha. És de elővette a pénzt, tehát szeljem volt. Most mutasd meg, te már az egy viccesebb, hogy valaki. Ó. Oh. Ja, én? Nem tudom. Benne sincs a képbe, az a legjobb. Mondom, hogy krumpli még hozzáad 993 percet, hogy? Vagy ízére gondolsz? Játékokra, amik meg nem jöttek meg. Én megyek vonattal, majd egy 2,5 óra múlva. Bocs, nem 2,5 óra múlva. 1,5 óra múlva. Forint. Én se akarok kimaradni. Mi? 69. Mi a fasz, emberek? Igen, mi történik? Jézus! Egész héten fel fog ide járni. Megjött az Y. Vagy ez most 6, ugye nem 161, csak 61, nem, az ugye? 61. Ó, sztori jó. Még 61 óra. Ezután még ez kellett, hogy nem ez is sem megjelenjen. Mond. Nagyon durva belegondolni, és most így visszagondoltam, és már elfáradtam abba, hogy visszagondoltam ezekre a dolgokra. Nagyon sokat streameltünk, és nagyon sok dolog történt ezekben a streamekben. Ez a videó rövid lenne ahhoz, hogy összefoglaljuk, tehát konkrétan egy egész sorozatot lehetne ebből csinálni, Szobaton legjobb pillanatok, stb. Most viszont szeretnék pár dolgot így kiemelni, ami nekem hirtelen megmaradt, illetve itt vissza tudok emlékezni rá. Volt egy ilyen rendszerünk, hogy érdekesebbé tegyük a műsort, hogy kártyákat pörgettünk, és azokon a kártyákon voltak challenge-ek. És akkor ezeket kellett ugye így megoldani, ha kipörgettük őket. És ezek közül voltak olyan dolgok, hogy... Mondjuk azt, hogy beöltöztem egy lánynak, tehát így... Onnan már csak felfele jövünk. Abból a streamből is készültek azért main videók, főleg Abex által. Boldi is csinált egy ilyen összevágást, amikor Just Dance-elnem kellett. Valaki szerint mélypont volt a streamek során, de szerintem az egyik legmémelhetőbb idő volt, amikor én elkezdtem jumpkingezni, és elkezdtük mémelni az ilyen rozinéni féle köszönöm a rózsákat dolgokat, és akkor ott már nem csak a rózsákat, hanem mindent is köszöntem. Miért kapcsoltam ki a chatet, you mean? Van chat, lehet hozzászólást írni, de mindenki törődje a maga dolgával. Boldik, köszönöm az apró amerikai testvéreinket,
hogy eljöttek. Blue Fox, igaz, köszönöm a mentőt, már ideje volt. Illetve én is nem csak Ártin voltam, nem is Martin, nem csak József Jezsóf, hanem ami szembe jött, én az voltam. Szedd már össze magad! Szerintem szét vagyok esve 22 órája, miről ez? De most megcsinálom. Na most megcsinálom, ne legyen a nevem Béla. Várj, Béla, már voltam, János. Kálmán, bazd meg, Kálmán. Most Kálmán vagyok. A családi titkok Kálmán. Nem, Kázmér volt, hülye vagyok, Kázmér. Ne legyen a nevem Kázmér, ha nem csinálom ezt meg. Antol. Ilyen random nevekkel jövünk megint. Antol, ne legyen, most legyek Arnold? Jó van, ne legyen a nevem Arnold. Kun Béla, nyomod. Illetve hát ami előtte volt, ugye hát az a rámenevés, ugye a csípős leves kihívásos téma. Látszódnak a könnyek, geci. Örömkönnyek. Az baszott szar. Ó, bazd meg, fúj az orr, a szorrobból jött, bazd meg. És most jön az a rész, hogy ezt kimagyarázom, tehát az egy könycsepp volt, tehát a takony és a könycsepp az két külön dolog. Az, ami ott lecsöppent a levesbe, az könycsepp volt. Ha takony lett volna, akkor biztos észrevesztem, de az könycsepp volt. Az egy könycsepp volt. Na jó van, én erről nem vitázom. Rengeteg közösségi alkotás, és ugye ez a szubaton is nagyon felerősítette szerintem a közösségét a csatornának, és tényleg egy ilyen felemelő érzés ez, hogy ilyen erős a csatorna közössége még mindig. 7 év után ráadásul, csak az elmúlt egy évben, tehát nem az elmúlt 7 évet foglalom most össze, hanem csak az elmúlt egy évet, és mennyi minden történt egyébként. Rengeteg jó dolog történt ezzel a csatornán az elmúlt egy évben, főleg a csatorna közösségének köszönhetően, és valahol úgy érzem, hogy pont emiatt streameltem többet, mint sem videóztam. Na de azért térjünk ki arra a pár videóra is, hogy mi volt igazából. A Tesco-s horror játékok sorozatomnak elindult a harmadik évada, ami elkanyarodott egy olyan irányba, amit végül már nem is akarok úgy folytatni. Ez magába foglalja azt, hogy ugye ilyen nagy játékokkal játszhatunk, mint a Poppy Playtime, vagy a Choo Choo Charles. Ezeknek a játékoknak ugye a természetes hossza miatt nagyon megnőtt az epizódok hossza is, és azt vettem észre, hogy ez annyira nem működik, főleg ezzel a hármas játék felállással. A 21-22. rész azok tényleg ilyen longform epizódok lettek végül, a Gato rendszerrel is egyébként. A 23. rész viszont egy pörgősebb, gyorsabb és rövidebb epizód volt. És arra jöttem rá, hogy ezzel a sorozattal én inkább szeretném ezt a rövidebb pace-t tartani. Tehát rövid játékok, rövid műsoridőben is pörgősen. Arra gondoltam, hogy ennek ellenében a hosszabb, illetve nagyobb indie játékokkal külön videókban foglalkoznék, mint erre példa volt idén az Amanda videó is. Az internet legjava. Azt hiszem valamelyik részben még mondtam azt is, hogy úgy éreztem, hogy a sorozatnak nagyon lejárt úgy már az ideje részemről, hogy már én sem szívesen ülök le itt témákról beszélgetni. Valamilyen szinten ez nem igaz egyébként, ugyanis rengeteg ilyen ötlet és gondolat volt így a fejemben, hogy akkor erről csinálnék egy videót, vagy arról csinálnék egy videót. Viszont nagyon sokszor ütközöm abba a problémába, hogy az aktualitást elveszíti a téma, amire eljutok odáig, hogy lefedjem. Ugye erre volt hivatott annó az AI Compendium is, ami tényleg ilyen rövid, pörgősebb témákat próbált feldolgozni, amikre nem lett volna egy teljes műsoridő és cselek, csak így mondjuk megemlíteni vagy beszélni egy témáról. Viszont az elmúlt egy évben csak egy epizód jelent meg, az is ugye a TikTokkal kapcsolatban. Egyébként volt egy ilyen videóeset, amit a szubaton ideje alatt is pedzegettünk, azzal nem tudom, hogy mi lesz egyébként, de megvan még az a összeírás, illetve az a nem script, hanem még csak egy ilyen kis ötletbörze. Az megvan, az megmarad, és ha majd eljutok egyszer odáig, hogy úgy érzem, hogy meg tudom csinálni, akkor majd megcsinálom. De meglátjuk, hogyan haladunk ezzel tovább. Én nem érzem azt, hogy befejezném ezt a sorozatot, ugyanis ez egy ilyen... Ez tipikusan egy olyan sorozat, aminek nem látom a végét, ilyen végeláthatatlan kategória, mivel témák mindig lesznek, igazából csak a motiváció kell arra, hogy ezeket meg is csináljam, ugye. Sons of the Forest. Na, Sons of the Forest egy ilyen érdekes dolog, ugyanis nagyot ment a csatornán, igenis felpörgette a csatornát, viszont nagyon hamar lehalt bennem az érdeklődés, illetve a kollégába, Igbinvájba is egyébként, aki ugye a fordítást csinálja. Amikor megjelent a játék, konkrétan éjjel-nappal azt streameltük, és rekord nézettséget is döntöttünk így a streamben. Most rejtély az, hogy ez a kocka... Levertem a webkamerát. Viszont ugye elég hamar lehalt az érdeklődésem, főleg azért, mivel az én rendes gépemen nem futott a játék normálisan,
és ezért egy kölcsöngépen játszottam ugye a streamekben, és miután ugye vissza kellett adnom a kölcsöngépet, ezért már így nem tudtam úgy játszani a játékkal, hogy így kellemes legyen ugye a szememnek, meg úgy a streamnek is mondjuk, és emiatt van az is, hogy tényleg ott kellett hagynom, pedig még egy rendes sorozatot is akartam abból készíteni. Szóval ja, skill issue a gépem részéről, nyilvánvaló, de sajnos tényleg ennek ez az oka. Meg hát ugye az is ott van, hogy ugye early access a játék, és még a story fele sincs benne a játékban, ezért sem készül még videó eszé róla egyébként, valaki kérdezni. Tehát a videó eszé addig nem fog elkészülni ebből, amíg nem jelenik meg a teljes játék a story elemekkel, meg mindennel kapcsolatban, tehát szerintem félkészen sok értelme nem lenne ebbe belevágni. Pár dolog, ami még mostában történt, például ott van a Security Breach végigjátszás. Na igen, ez egy érdekes dolog, ugyanis a Security Breach az már egy 6-ban álltam a legelején vele, azt tudjátok. És voltak éppen úgy nézett ki a dolog, hogy az első játék, vagyis hát maga az eredeti játék végigjátszása az azért elég népszerű volt, szerintem. Főleg, hogy ilyen intenzíven is jöttek a részek. Aztán viszont volt egy nagyobb kihagyás, utána befejeztem a játékot, ugye két részben. Na most az a két rész annyira már nem volt így érdekelt, azt vettem észre. Na és most ugye elkezdtem a DLC-t, na és a DLC még annál is gyérebben teljesített. Nem szeretek arra hivatkozni egyébként, hogyha egy videó rosszul teljesít, akkor nem szívesen foglalkozok többet vele, vagy magával, ha egy sorozat rosszul teljesít, akkor nem foglalkozok többet vele. Volt már rá példa a csatornán, hogy valami rosszul teljesített, de én nagyon szerettem csinálni, és később meg is térült ez valamilyen módon. Viszont bevallom őszintén, ott van bennem az is, hogy nem szívesen játszom azzal a játékkal, mert őszintén nem talán szórakoztatónak, ez a személyes vélemény, ugye? És valamilyen szinten a belefektetett energiát sem érzem, hát hogy mondjam. Inkább fektetném másba ezt az energiát, megpróbálom úgy megfogalmazni, tehát ha titeket sem izgat annyira a sorozat, illetve én sem találom lelem benne örömömet, akkor igazából nem látom értelmét annak, hogy folytassuk. Tehát én úgy vagyok vele jelenleg, hogy nem szívesen folytatnám a végigjátszást, viszont ha nagyon igénylitek, hogy szeretnétek, hogy végigjátszam, akkor végigtoljuk a játékot. Viszont jelen állás szerint én úgy tekintem a dolgot, hogy én szívesen nem lenne bűntudatom, hogyha félbehagynám. Bevallom, valahol egyébként, amikor még befejeztem a végigjátszását az első játéknak, megfordult bennem, hogy készítenék egy ilyen összefoglaló videót arról, hogy mi a véleményem a játékról. Valahol meg mindig bennem motoszkál, hogy egyébként lehet, hogy azzal jobban járnék, mint sem azzal, hogy folytassam a végigjátszását ennek a DLC-nek, úgyhogy esetleg egy ilyen kiegyezési alapon, nem akarok ígérni, mert nem tartanék még sehol azzal a videóval, de ha tényleg választanom kéne azzal kapcsolatban, hogy végigjátszam a játékot, vagy csinálok egy ilyen összefoglaló videót, hogy miért nem tetszik nekem, akkor lehet, hogy inkább összefoglalom, hogy miért nem tetszik nekem. De majd meglátjuk, mert most jelenleg egy másik projekt van így nagyon előtérbe, videó eszé projekt, az pedig nem más, mint a Temple Gate projekt. Na de hogy miért van ebben a helyzetben ez a projekt, ugye hát még nyár elején vetítettem fel, hogy lesz egy ilyen projekt, hát bejelentettem, hogy projekt Temple Gate, és akkor azt írtam, hogy hamarosan. De ez a hamarosan volt június eleje, illetve az, hogy ezen a nyáron, és végül most lett ugye az, hogy október 28-a. Na ez egy olyan dolog, hogy én ezt a projektet nagyjából májusban kezdtem el pedzegetni, hát még annál is előtte egyébként elkezdtem egy ilyen szövegkönyvet elkezdeni így írni, de kiteljesedni ez végül májusban teljesedett ki. Na és hát azóta dolgozgatok a videón, tehát aktív folyamat volt ez, több héten keresztül, csak hát ugye dolgok jöttek közbe, szubaton, nyári dolgok, stb. Tehát rengeteg olyan dolog volt, ami miatt ez így háttérbe szorult. Jelenleg, jelen állás szerint a videó nagyjából a lényegi része készen van, tehát van egy videó eszé hosszúságú videó, amiben a játékról beszélek, ehhez még készülnek dolgok így kiegészítési szempontból, illetve hát még kisebb-nagyobb vágások egy-két helyen, hogyha úgy érzem, hogy változtatnék rajta. Na de azért került végül október 28-ára a megjelenési dátum, mivel hát a már Halloween majdnem, nem egyébként, az is egy ok, de inkább az lenne a fő oka ennek, hogy nem akarok úgy ráfeküdni, hogy mellette ne tudjak más videókkal foglalkozni. De jó, egyébként sok változáson ment keresztül ez a videó eszé, tehát egy 40 oldalas eredeti szövegkönyvből ment, tehát végül egy 20 oldalas rövidített verzióba. Na és akkor még így a videó végén, hogy mik a jövőbe látó tervek, mi lesz még itt. Streamek tekintetében én most szüneten vagyok egyébként, mivel úgy éreztem, hogy a szubaton intenzitása után nekem szükségem van arra, hogy tényleg így kicsit félre tudjam rakni így a streamelést. Jelenleg még úgy érzem, hogy szívesen tartom tovább ezt a szünetet, és koncentrálok videókra, amint
úgy látom, hogy van valami olyan játék, vagy olyan téma, ami miatt szeretnék streamelni, akkor arra lehetőséget nyitok, tehát lehetnek ilyen spontán streamek, viszont rendszeres streamelésbe még nem akarok visszatérni, ilyen spontán streamekre esetenként, de nem rendszeresen. Szeretném jobban aktivizálni magam videók terén, hogy jövőre ne azt mondjam, hogy megint csak streamer voltam, mint sem videós. Szeretnék a megrögzült dolgokkal is haladni, ugye az AI, Tesco-s, illetve ezek a indie végigjátszások. De emellett szeretnék új dolgokat is kipróbálni, mivel szerintem ezt már milliószor elmondtam, hogy nekem a YouTube azért érdekes még, mivel látom magamban azt, hogy ki tudnék próbálni itt új dolgokat, és megnézni, hogy hogyan működik. A videó eszék vonalat is szeretném tovább folytatni, ugyanis már most vannak ötletek egyébként, hogy mik lennének a következő áldozatok, így játékok, vagy akár témák terén. Meg hát, ami még jön, tehát ha úgy nézzük, ez a csatorna még meglepetések tárháza tud lenni, szerintem még 7 év után is, úgyhogy igazából remélem, hogy velem tartatok majd a következő évben is. És hatalmas köszönet mindenkinek, aki az idei évben velem tartott, mind videó keretein belül, de főleg azoknak is hatalmas köszönet, akik részt vettek a streameknél, főleg a Subatonon egyébként, tehát a Subaton az egy relikviát hordozott magába, idehozom, várjál. Ezt nem is tudom, hogy így videóban mutattam-e, de ez az a póló, amit én a Subatonon hordtam magamon, és erre a pólóra felkerült mindenkinek a neve, aki bármilyen formában is anyagilag támogatta a műsort és annak hosszát. És én ugye megfogadtam azt is, hogy ezt a pólót nem veszem fel többé, hanem ez egy olyan relikvia fog maradni, hogy ezt a Subatonon végighordtam, és azoknak a neve van ezen, akik ott részt vettek rajta. Tehát igen, ez a fizikai bizonyítéka annak, hogy tényleg volt egy ilyen esemény, hogy Subaton, Art Team Subaton. Szerintem egy nagyon jó évet zárunk egyébként így a csatorna életében. Nagyon sok közösségi dolog történt, és nagyon tetszik az, hogy ilyen aktívak vagytok. És próbálok én is ennek megfelelően így alkalmazkodni, hogy ennek megfelelően tudjak tartalmakat gyártani nektek, videókat. És hát őszintén remélem, hogy nektek is tetszett ez az elmúlt egy év itt ezen a csatornán. Írjátok le kommentben, hogy mi a véleményetek erről, mi tetszett idén nektek a legjobban, legjobb események, legjobb videók, legjobb, nem tudom. Vagy ha esetleg volt ilyen, akkor hogy mi volt szerintetek az, ami így kicsit negatív, így hogy mondjuk azt, hogy kevés videó volt, vagy az, hogy nagyon sok stream volt, túl sok stream volt. Tehát tényleg, ami nektek nem tetszett ebbe az évben, azt is szívesen várom így a kommentekben. Tényleg bármi így az idei évvel kapcsolatban, amit így véleményt magatokban tartotok, ne tartsatok magatokban, öntsétek ki a komment szekcióban, hiszen azért van. Én amúgy nagyon szeretek még mindig kommenteket olvasni, tehát én a komment, ha valaki kommentel, én azt általában elolvasom, nem mindig szoktam reagálni rá, de általában olvasni azt az én még szoktam. Miért fordulok el egyébként? Tehát így... Mivel húzzam még ezt a videót? Szerintem még nem elég hosszú, szerintem még kéne ide valami content. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogy itt voltatok velem az elmúlt egy évben, innen folytatjuk tovább, most viszont jöjjön az outro! I'm in my team, you're not a user, I'm your man, it's good, you're a content. We can't lie, that's right.